A Magyar Család és Nővédelmi Tudományos Társaság Békés megyei szervezete, illetve a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Reprodukciós munkacsoportja 11. alkalommal rendezte meg a Megelőzés Szolgálatában című konferenciáját. Csütörtökön a Gyulai Törvényszék dísztermében egy előzetes kongresszus során a jogi és az egészségügyi szakma képviselői találkoztak. Pénteken már a Park Hotelben folytatták a szakemberek a tanácskozást, ahol a megelőzésről, így például a védőoltások jelentőségéről is szó esett, nem utolsó sorban a HPV szűrések fontosságáról. Külön tárgyaljuk, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy ezt az aggasztó helyzetet, amellyel nap mint nap szembe kell néznünk, hogy a hazánk lélekszáma csökken, hogyan tudunk javítani, és milyen dolgokkal kell szembenézni. A rendezvényt az Országos Igazságügyi Konferencia IKER kongresszusaként rendezték meg, mely egyben a Szerb-Magyar Nőgyógyászbaráti Társaság találkozója is volt. Az előadások során a császármetszés technikájáról is szó esett. Beszélni fogok itt a császármetszés technikáról, és miért fontos, hogy a technika standardizált legyen, és hogy a komplikáció a jövő tehetségekben és a jövő császármetszésen csökkenjen. A Szerb-Magyar Nőgyógyászbaráti Társaság magyarországi elnöke Németh Gábor a Szegedi Tudományegyetem és az Újvidéki Egyetem közötti kapcsolatáról beszélt. Nagyon fontos számukra, nem a tudományos értéke miatt talán, hanem a baráti kapcsolatok építése szempontjából, tehát a szerb-magyar baráti kapcsolatok építése szempontjából, ami egyre fontosabbá válik. Nem csak a nőgyógyászat területén, hanem például a Szegedi Tudományegyetem, aminek én az általános orvos karának a dékán helyettese is vagyok, egyre szorosabb kapcsolatot kezd kialakítani például a Novi Sadi Egyetemmel, és ez pont beleilleszkedik ebbe a történetbe. Az évente megrendezett konferencián ezúttal az orvosok, védőnők és más szakemberek a reproduktív egészségvédelem, a család egyéni és társadalmi jelentősége köré építették fel a találkozót. A mai konferencián szeretnénk bejelenteni, hogy megalakult a Magyar Védőnők Szakmai Szövetsége a védőnők kezdeményezésére azzal a céllal, hogy a társszakmákkal történő együttműködés produktívabb legyen, a védőnőkkel területen és az egyéb szakterületeken dolgozó védőnőkkel a kapcsolattartás folyamatos legyen. Kíváncsiak vagyunk arra, hogy helyi szinten milyen problémákkal, milyen gondokkal szembesülnek a kolléganők. Az eseményen a családtervezés aktuális kérdéseivel is foglalkoztak. Az elmúlt 30 évben nagyon sok olyan változás történt a társadalomban, családok szintjén, tudomány szintjén, a szakmák szintjén, amit kutatni lenne érdemes. Hiányfoltok vannak, hiányterületek vannak ezen a téren, és azt gondolom, hogy a védőnők, a védőnői szolgáltatás nyújtók mind a területen, mint az oktatásban, felső oktatásban, tudományos területen nagyon sokat tudnának tenni ezeknek a változásoknak a reflektálására. A szülészek, nőgyógyászok, védőnők konferenciáján összesen több mint 10 témában tartottak előadást.